Rejtő Ildikó kétszeres olimpiai bajnok tőrvívó, pályafutása alatt összesen 7 olimpiai és 15 világbajnoki érmet nyert. 6-szoros magyar bajnok egyéniben és 12-szeres csapatban. 14 éves köröm még, amíg el nem kezdtem vívni, ugyanúgy a többi gyerekek. Jártam iskolába, tanultam, és hát nálam problémák voltak, mert én mind az egyik fülemmel probléma volt, mert nem hallottam rendesen, és úgy külön, hát rendesen ugyanúgy jártam a jó hallő gyerekek közé, abban az iskolába, akár elsősorban ültem, és akkor onnan tudtam, úgy akkor tudtam megérteni a tanárt. És közben fellépett egy gerincfeldülésem, amik folytán, ugye el kellett kezdenem gyógytornászni. És akkor édesanyám megismerkedett a testnevelő tanárnőmmel akkor, Kövászi Nyári Magda, aki válogatott vívő volt, és rá közzel ment panaszkodni, hogy mi lesz velem, hát most milyen púpos leszek, mi lesz. És akkor megnézett, mondta, hogy melyik oldalamra van a gerincfeldülésem. És mondja, hogy jó, akkor azt mondja, ha jobb oldalra feldülök, akkor nekem bal kézzel kell kezdenem vívni. Igen, ám, csak az volt a szerencsém, hogy balkezesnek születtem, és éppen tartott egy vívó tanfolyamot egy másik iskolába, és akkor megbeszéltük, hogy akkor elkezdek nála vívni. Így kezdődött a vívásom. Volt egy ismerősünk, aki értette a kézelemzéshez. És nálam meg azt jelentette ki, hogy én be fogom járni a világot. Akkor voltam 10 éves. De még vívásról sose volt. És akkor anyám hitetlenkedt felhallgatta, hát mondom, ne utáns, hogy hát nem létezik, hát ugye rosszul van ez a kislány, hát hogy járná be a világot. A legelső mesterem a Nagy Árpád nevű volt, akkor megkaptam a Gellért Alfrédot nevezetűt, és akkor legvégül a Hassi József Szepi bácsihoz kerültem, Józsefhez, igen. És akkor hát, mint apám, ugye, mint ügykezelt, és szerintem már egymás gondolatait is megéreztük annyira, tényleg egybe olvadtunk, annyira összeszoktunk. Volt olyan az ezőm, hogy megkérdeztem tőle, hogy a Szeki bácsi mit csináljak, mondja, vívjál, ennyi volt a vára. Igen, hát is nem lehet előre elmondani, hogy milyen akciót csináljon az ember. Ezt látni kell, oda kell figyelni, mi kell tapasztalni, hogy az edző, a versenyzőnek, hogy mik a gyenge oldalai. Edzői mellett Ildikót édesapja is segítette mindenben, az edzéseken és a versenyeken. Minden versenyemen ott volt, végig, mint bíbejtel nélkül, elkísért, és jegyzőkönyvet is vezetett, és akkor mindig mondta, hogy mindig előre beszoknak menni, hogy ki fog következni, és akkor apám külön oda szólt, hogy na, melegítsek, mert te fogsz következni. Anyám nem mert eljönni, mert mindig csak a külsőkön mert benézni a vívóterembe, mert olyan nem szerettem, ha ott van, már annyira izgulós volt, igen. Ja, és az átragadt önre, hogyha igen, édesanyja izgult? Igen, igen. Izgulós volt a versenyeken? Nem, egyáltalán nem voltam olyan izgulós. Legalábbis nem lássat rajtam. Nem. Úgyhogy nyugodt voltam, irigyeltek, hogy még egy kicsit enni is tudtam a verseny előtt. Igen. Úgyhogy nem volt. Sőt, még nem is nagyon, még izgatott se voltam annyira. A többiek se csürgött a víz. A római olimpia 1960-ban volt a legelső olimpiám, mert az ezüstérmet szereztünk csapatba, akkor 63-ban egy világbajnok lettem,
a Tokió előtt, akkor 64-ben már persze természetesen mindenki is tőlem várta, hogy hát olimpiai bajnokságot nyárjak. Ebben is jött, hát, mint nem csak az egyéniben, a csapatban is. Szerencsére jól vívtam, úgyhogy a csapattársaim is ugye, kiegészítettek engem. Ők is jól vívtak. Örültünk, hogy most Tokió kapta meg ismét az olimpia rendezését, és remélem, hát jövőre mi sijutunk, mert az 50. évfordulóra, hát bízunk benne. Hát sajnos a Kágosra Judit nélkül, mert ő idén májusban sajnos eltávozott tőlünk. Egyszer már a Juhász Kati, Römélki Lidia, Csemarosi Pajla a csapatban. A tokiói döntő, olimpiai döntőről szoktak még beszélgetni? Hát meg szoktuk említeni egymás között, persze. Visszaemlékezzünk rá, hogy a Lidinek kellett, Römélki Lidinek kellett az utolsó elsőt megnyernie, mert már 2-0-ra vezettek ellene, és akkor ugye kiegyenlített, akkor megint az ellenfél vezetett egy tussal, és akkor ismét kiegyenlített, hát ez nagyon izgalmas, hogy végül aztán a negyedik tussaknál neki sikerült ugye bevinni, és ezzel lettünk olimpiai bajnokok. Az 1968-as olimpián Mexikóban címvédőként bejutott a női tör körmérkőzéses döntőjébe, amire Ildikó épp hogy csak odaért. Késve érkeztünk oda, de pedig hát előbb indultunk el, mint a szurkoló, csak ugye a taxi, ami vitt minket, az nem tudta, hogy merre kell menni, és egy ilyen maratoni futóverseny miatt nem tudtunk haladni, úgyhogy már csodítottak, mire megérkeztünk, és bemelegítés nélkül, minden nélkül kellett, hogy sem éppen utolsó pillanatban jöttünk oda. Tusaránnyal kerültem tulajdonképpen a harmadik helyre, mert ugye a harmadik lette, úgyhogy valamivel jobb voltam. Lehet, hogy akkor én csak második is lehettem volna, vagy akár első is. Igen. Az 1972-es müncheni olimpián a csapattal ezüstérmet, 1976-ban Montrealban bronzérmet szerzett. 1980-ban Moszkvába már nem mehetett, mondván a fiatalok kapjanak lehetőséget. Az edzői munkában megtalálta azt, amit az élsportolói versenyzői évek alatt? Hát sajnos nem, mert mint nő nem nagyon bíztak benne, pedig hát éreztem, hogy tudtam volna versenyzőket nevelni. De ez valahogy nem jött össze. Az egyesületem hogy nem alkalmazott, akkor átmentem a Honvédba, akkor ott edzősködtem, de nem nagyon szívesen, mint nő, nem nagyon szívesen fogadtak. Nem tudom miért, pértékenységből, nem tudom. Nem, mert aztán a kislányommal foglalkoztam, úgyhogy családi életet éltem. Akkor ilyen technikai vezető lettem az Újpesti Gyorsába, és akkor önre mentem nyugdíjba. Ildikó nem hagyott fel a versenyzéssel. 95-ben veterán Európa-bajnoki, 99-ben veterán világbajnoki címet nyert. Nemrégiben sportoló társait kísérte el Debrecenbe háromnapos edzőtáborba, és ha már ott volt, ő is vívott. Megpróbálkoztam, igen, mert csak hát nem megy úgy, ahogy kellene. Iskolát is kaptam a papjenőtől, a párbajtőrözőtől. Meg is van beszélve, mert holnap lemegyek szerdán, szerdai napokon, és akkor legalább egyszer egy héten, hogy ez kicsit ott hűvögessek. Dömölki Lidia szeretne indulni a veterán világbajnokságon, úgyhogy ő is ott volt az edzőtáborban, Debrecenben. Nagyon jól éreztük magunkat. Igen. Most kaptam a hírt, hogy lesz novemberben a Nemzetközi Vívőszövetségnek a fennállásának a 100. évfordulója, és arra kaptunk meghívást, ő is kapott a Lidi is, a Juhász Kati is, én is. És akkor egy nap tulajdonképpen, és hát együtt megyünk, úgyhogy mindig gyakran találkozunk. Nagyon jó. Kertes házban lakom, úgyhogy
vannak is kutyák, virágjaim is rengeteg van, úgyhogy nagyon szeretem a növényeket, szeretek kertészkedni, persze ugye hát a kutyáim társaságában. A koronája volt az egésznek, a versenyzésemnek a megbecsülése tulajdonképpen, ugye ezzel beválasztottak a mondaszpöltői közé. A kisebbségi érzésemet az is ezzel igazán le tudtam küzdeni. A Cvör segített ebbe tulajdonképpen, hogy le tudjam küzdeni. Igen, olyan egyenlő érző ember lettem, mint a többiek. Igen.